It's that sin to tell a lie. Millions of words have been broken just for one word unspoken. Bluegrass és akusztikus zenei fesztivál tartottak a Baligeten augusztus 9-e és 11-e között. Már 17 éve szervezi ezt az eseményt a Magyar Bluegrass Zenei Egyesület. Igazából a stílus önmagában nem mérvadó, hiszen itt bluegrass és akusztikus zenei fesztiválról beszélünk. Méghozzá azért, mert ez egy zenei találkozónak indult 17 éve, ahol a bluegrass zenészek, akik nem ismerték egymást, csak bizonyos fórumokon találkoztak, ötletet kaptak arról, vagy arra vonatkozólag találták ki, hogy találkozzunk valahol, egy adott helyen, valahol, ahol megnézzük egymás hangszerét, megismerik egymást, muzsikálunk, és ebből indult, ebből a találkozóból, ha már találkozok, akkor mutassuk is meg, hogy van ilyen. Ezt tűztük ki célul igazából, hogy az emberekkel megismertessük ezt a műfajt, amit bluegrassnak hívunk, de az évek folyamán, mivel hogy annyi bluegrass zenekar hazánkban pláne nincsen, Európában ugyan van, de ezt finanszírozni kicsit nehézkes, így ezért akusztikus zenei fesztivál nőtte ki magát, ami önmagában szintén unikum, mert nem hinném, hogy van olyan fesztivál Magyarországon, ahol csak akusztikus hangszerek állnak a színpadra. Sokan, amikor ezt meghallják, azt mondják, hogy ez country. Nem. Nem sértődünk félig igazából, mert nagyon közel álló két rokon műfajról van szó. A bluegrass igazából úgy lehet definiálni és különbözővé tenni a countrytól. A bluegrass teljesen akusztikus, még azért countryban steel gitár, elektromos gitárok megjelennek, tehát teljesen akusztikus. Banjo, mandolin, hegedű, nagybőgő gitár, néha dobro. Ezek a klasszikus bluegrass hangszerek. Ha ezt látunk a színpadon, akkor nagy valószínűséggel bluegrass zenekarral van dolgunk, emellett pedig a több szólamú vokális éneklés még az, ami azzá teszi, ami. A családias hangulatú fesztivál kis költségvetésű. Nem a pénzről szól, csak egy-két támogató segíti a szervezőket anyagi javakkal. Ez másképp nem megy, csak szívből, lélekből, a muzsika szeretetéből, illetve vannak visszatérő hallgatóink, vannak minden évben újak is. Nem is akartunk kitörni a családias fesztivál gyűrűjéből, mert nem célunk, mint ahogy az előbb a színpadon említettem, és nem célunk az, hogy mindenféle támogatókat kajtassunk és ide csönítsünk, mint egyéb fesztiválok fulladnak bele ilyenbe. Lehet, hogy kicsit meggondolat, vagy nem is tudom igazából, hogy fogalmazok, amit mondtam most ebben. Nem tudom, én nem tudom magam jól érzni egy olyan helyen, ahol nem is ismerek senkit. Kettő pedig minden második lépésemben belebotlok valamilyen molinóba, vagy keresztül esek rajta, nem erről szól. Ez megmaradt tisztán annak, ami, és itt nem a pénz motivál mindent, hanem a zenének a szeretete. Ez egy olyan tényező, ami mozgatja ezt. Másra nem tudok gondolni, mert magam sem tudom, hogy miért van ez. 17 éve jönnek az emberek azért, hogy zenélhessenek a Baliget színpadán, és gyakorlatilag úti költségtérítés, azért, mert kapnak egy vacsorát, és jól érzik magukat. Nem hiszem, hogy csak ez. A zene és ez a közösség, ami összetart minket. A Magyar Bluegrass Zenei Egyesületnek Baján van a székhelye. A fesztivált mégis a Baligeten, a tó melletti szabadtéri színpadon tartják a kezdetek óta. Gyermekkorom emlékei kötnek ide, és azt gondoltam, hogy egy ilyen zené ez egy megfelelő helyszín. És azt hiszem, hogy nem tévedtem sokat. Akit nem azt kérdezték azt, hogy mennyit hoz ez nekünk a konyhára, hogy ez miért jó nekünk, meglátták benne azt, hogy ez jó, egy kis községnek, egy gyönyörű községnek ez előrelépést jelenthet akár. Baja is teljesen jó helyszín, voltak bluegrass estek Baján is, és él azért a muzsika, csináljuk, amit tudunk, de egy ilyen fesztiválnak egy ilyen helyszín azt gondolom, hogy sokkal teljesebb, mint egy kövezett tér, vagy egy semmit mondó mellékutca. Szívesen várják azokat, akik szeretnének fellépni az eseményen. Megbízunk abba, aki azért jelentkezik, hogy nem kutyaütő és nem először látott hangszert az életében. Általában ismerettségi alapon működnek, hogy hallott róla, eljön, következőbe szeretne. Tényleg így működik, és sosem fogtunk még mellé, hogy olyan került a színpad. Volt, de hát mondjuk alkoholos illuminációnak volt köszönhető, alapvetőleg nem. Tehát igazából
megfelel a kritériumnak, akusztikus hangszeren játszik, mindenféle mellékerősítők nélkül, nagyjából azért angol száz dolgot képvisel, bár ez sem igaz, hiszen a most zajló produkció megzenésített verseket ad elő, tehát már ez sem kritérium. Nagyon helyezzük a hangsúlyt az akusztikus jellegre, ebből viszont nem engedünk. Nem kell bluegrassnak lenni, nem kell teljesen ebből a zenei körből jönnie, de az akusztikus az kötelező. Hát például azért pianinóval a színpad, amit pésül hozatunk. Nincs elektromos zongora, így tudjuk megoldani. A fesztivál nemzetközi. Az Osztrák Kulturális Fórum és a Szlovák Intézet nyújt támogatást a szervezéshez. 17 éve azért már beloptuk mi a külföldi fülekbe is magunkat, illetve járjuk azért helyek közel a külföldi fesztiválokat, megvannak az ismeretségünk Európában, illetve, mint ahogy mondtam, a támogatóinkat általuk jutunk a külföldi fellépőhöz, ajánlanak valakit, vagy mi megkérdezzük, hogy találtunk valakit, és akkor szeretnénk őket elhívni. A Szlovákiával és Csehországgal nincs nagy probléma, számtalan bluegrass zenekar van. Komolyan mondom, hogy számtalan, megdöbbentő. Ennek is megvan a magyarázat, hogy miért. Talán majd egy másik műsorban beszéltünk erről is, de onnan nem nehéz fellépőt. A Európa többi országában is vannak, de azért nem akkora számban. Mindig megvan az a keret, amiből azért lehet csemegézgetni. Eldicsekedhetek, hogy több üzemot Egyesült Államokból fellépünk már a követség támogatásával, és gyakorlatilag tényleg Európa számos országából járt már itt nálunk a Baliga színpadán bluegrass zenekar. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Azt gondolom, ha 17 éve megy valami, annak van valami mozgatórugója. Reméljük, hogy nem változik olyan nagyot a helyi politika sem. Ugye tudjuk, hogy önkormányzati választások lesznek, nem akarok politikát abszolút belevinni, de nem tudjuk, hogy milyen számíthatunk. Bármi megakaszthat egy ilyen jellegű tevékenységet, nem rajtunk múlik, az biztos. Én abba bízom, hogy ez ugyanígy, ahogy eddig ment, ez még mehet évtizedekig is akár. Hát, aztán, kinek hogy mennyi vagy merre, ezt nem tudhatjuk, csak bízunk. Az eltelt időszakban felnőtt egy generáció, és a Baliga színpadán az áró produkcióként már olyan fiatalokat köszönthetünk, akik ennek a fesztiválnak a hatására fogtak hangszert, és kezdtek el bluegrass zenét játszani, és már negyedik kézben játszanak a színpadon. Gyakorlatilag pár éves srácokról van, most már 20-as, de még amikor elkezdtek, akkor 14-15 évesek voltak, és ennek a fesztivál, itt láttak először egyáltalán ilyet. Szóval ez egy hatalmas eredmény, azt gondolom, hogy az a fajta tevékenység, amit kitűztünk, vagy cél, amit kitűztünk, és a tevékenységgel elérte azt, hogy ilyen bekövetkezzen. Nagyon nagy öröm volt. Ennyit arról, hogy mi lehet a fesztivál jövője. Elnézve a közönséget, a gyerekekkel érkező családokat, bátran kijelenthető, hogy van jövője a fesztiválnak, még így nagy pénzes támogatók nélkül is.